Több száz fekete-fehér és színes képről néznek vissza az elmúlt mintegy 60 év szolnoki vagy szolnoki kötődésű zenészei az Akiért a zene szól című kiállítás tablóin. A tárlat a város könnyű zenei életének generációkon átívelő történetét mutatja be. Az idősebbek, fiatalabbak is találnak itt maguknak kapcsolatot a képeken keresztül a valamelyik korszakhoz. Ugye az emlékkoncertek fotói között sok olyan mai létező zenekar is található, akik ugye ismerik az összes zenész szinte. 2010 óta emlékkoncert is őrzi annak a mintegy 70 ma már az égi zenekarban játszó zenész emlékét, akik meghatározó hatással voltak Szolnok könnyű zenei palettájára. Július 12-én és 13-án három színpadon 22 együttes lép fel az elhunyt zenészek tiszteletére. Tudjuk, hogy hallgatnak minket. És ha valamit elrontunk, onnan is csúnyán néznek ránk. Csodás lenne, ha még itt néznének ránk mérgesen, de ez nem fog megtörténni. Szervusztok, drága barátaim! A többi között az emlékkoncertet is magába foglalja Szolnok egyik legnagyobb kulturális programsorozata, a Tiszaparti nyár. A könnyedebb kikapcsolódás jegyében idén mintegy 150 motoros vonul fel a városban július 20-án, majd ezt követően motoros kaszkadőrök szórakoztatják a közönséget, és a többi között az Egyesült Államokból indult halálgömb bemutatót is láthatják az érdeklődők, mondta Kovács Mihály, a V2 Bikers szolnoki motorosok baráti körének alelnöke. A fiatalokat és felnőtteket egyaránt megszólító rendezvényeken emellett két színpadon keveredik a hagyományos művészet a kortárssal. Szeretnénk hétvégére olyan programokat kínálni, amivel a strandolást, a nyaralást, a szünidőt egy kellemes hétvégi esti programmal kiegészíthetik. És hát bízunk abban, hogy egyre több turista látogat városunkba, és ilyenkor ő számukra is tudunk olyan alkalmat és programot nyújtani, ami kiegészíti az itt szerzett élményeiket. A Tiszaparti nyár Szolnok egyik legjelentősebb kulturális rendezvénye, amely népszerűsége az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt. Napjainkban már nem csak Szolnokról és a település környékéről, hanem az ország távolabbi pontjairól és külföldről is egyre több látogató érkezik a fesztivál programjaira.